Az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger cég beruházásával 400 új munkahely jön létre Nyírbátorban. A vállalat jelenleg egy bérelt épületben gyárt, ám jövő nyárra elkészül 8000 négyzetméteres új üzeme. Nyírbátor folyamatosan bővülő ipari parkjában több mint 20 cég működik. A terület még alkalmas további zöldmezős beruházások fogadására, amely újabb munkahelyeket teremthet a településen, és természetesen újabb adóbevételt jelent a városnak. A Rosenberger több mint 20 éve gyárt az autóiparnak kábeleket, csatlakozókat. Az adatátvitelhez szükséges alkatrészek többek között navigációs, szórakoztató és biztonsági rendszereket támogatnak. A Bajor családi vállalat több mint 7000 munkavállalót foglalkoztat világszerte. Nyírbátori egyelőre bérelt épületében jelenleg mintegy 300-an dolgoznak. Tervünk az, hogy a polgármester hivatal és a polgármester úr segítségevel egy területet kimérni magunknak, ahol rövid időn belül a saját üzemünket tudjuk fölépíteni, üzembe helyezni, és a új kollégáknak új munkahelyeket biztosítani. Ennek a üzemnek a paraméterek már körvonalazódnak, kb. 8000 négyzetméteres lesz, ahol a többsége termelésterület lesz. A legmagasabb technológiával szeretnék ezt végrehajtani, és a tervünk szerint az jövő év közepéig ennek meg kell, hogy bajosuljon. A zöldmezős 3,1 milliárd forint értékű beruházást a kormány 858 millió forinttal támogatja. Az új üzem ezen a területen működik majd. A tereprendezési munkálatokat most végzik Nyírbátorban. A város továbbra is várja a fejlesztő és munkát biztosító cégeket. Köszöntöm a stúdióban Máté Antalt, Nyírbátor polgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőt. Valamit jól csinál Nyírbátor. Nagyon sok stabil, nagyon jól működő cég telepedett már meg ebben a városban, hosszú évtizedek óta mondhatjuk. Mi az, ami ide vonzza ezeket a multinacionális vállalatokat, konkrétan most a Rosenbergert hogy sikerült ide csábítani? Mindegyik befektetésnek egyedi története van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a legfontosabb, hogy a település megbízható legyen, stabil legyen, teljesíteni tudja azokat az elvárásokat, amelyet egy cég elvár egy önkormányzattól, határidőre pontosan. Mert nyilvánvalóan minden befektetőnek a legfontosabb az a bizalom kiépítése, az, hogy amit ő eltervez, azt ő határidőre tudja teljesíteni. Általában Nyírbátor ebben jó referenciákkal rendelkezik, nyilvánvalóan nagy segítség az, hogy már több vállalattal ezt be tudtuk bizonyítani, és gyakorlatilag, amikor új befektető jön, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy menjen el a már működő vállalatokhoz, kérdezze meg az ottani vezetőket, hogy hogyan működik a város, és hogyan működik a cég, és hogyan működik az együttműködés. És én azt gondolom, hogy ez mindig az a bizalom, ami így kiépül a lehetséges befektető és a város között. És hát persze az is nagyon fontos, hogy egyébként minden olyan infrastruktúrális és szolgáltatási háttérrel a város rendelkezik, ami egy új befektető számára szükséges. A feladatok viszont nem szűnnek meg azzal, hogy megérkezik a cég, keletkeznek újak, új munkahelyek teremtődnek, ehhez viszont munkaerő is szükséges. Igen, a legnagyobb kérdés mindig az, hogy tudunk-e kellő létszámú munkaerőt biztosítani. Ez ma már nem csak Nyírbátorban kérdés, és nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kérdés, hanem az egész országban, sőt mondhatnám úgy, hogy Közép-Kelet-Európában egy nagyon komoly probléma, és nyilvánvalóan mi helyben próbáljuk ezekre a válaszokat megtalálni, hiszen jelenleg is közel 70 településről több ezer munkavállaló jár be nap, mint nap a nyírbátori cégekhez dolgozni, és ez a végtelenségig nem fokozható, úgyhogy új kihívásokra, új problémákat kell majd, új megválaszokat kell majd adnunk az elkövetkezendő hónapokban. Elég speciális helyzetben van Nyírbátor, hiszen egyszerre van jelen a munkanélküliség, méghozzá nem is kismértékben, ugyanakkor munkaerőhiányról is beszélünk. Ezt valahogyan fel kell oldani. Igen, alapvetően két területre próbálunk koncentrálni. Az egyik terület valóban az, hogy csak Nyírbátorban 1000 fő fölött van az aktív korú munkanélküliek száma, és jelenleg is több száz betöltetlen álláshely van, amire nyilván valamilyen választ kell adnunk, és legalább ekkora problémát jelent a fiatalok elvándorlása a térségben, ami megint egy teljesen más megközelítés, egy teljesen más koncepció, úgyhogy a város mind a két problémára egy komplex programmal próbál reagálni, mind a két programot jövő év
év elején indítjuk, és bízunk benne, hogy ezek meg fogják oldani ezt a problémát. Lehet erről bővebbet is tudni, hogy mi ennek a programnak a kiinduló pontja, vagy az alapgondolata? Igen, alapvetően azt gondolom, hogy a megyében mindenki pontosan tudja, hogy a legkomolyabb problémát a nagy számú alul képzett, jellemzően hátrányos helyzetű lakosság, elsődleges munkaerőpiacra történő integrálása jelenti. Azért jelenti ez a legnagyobb problémát, mert ez nem egy varázsütésre megoldható helyzet. Mindenki az elmúlt 20 évben, 25 évben a rendszerváltás óta próbált ezt a helyzetet kezelni, de azt kell, hogy mondjam, azt látjuk, hogy a helyzet tovább mélyül és tovább romlik. Ezért a város kidolgozott egy olyan komplex programot, ami január 1-től indul, és gyakorlatilag minden területét, minden szegmensét ennek a szektornak próbálja kezelni. Ez nagyjából annyit jelent, hogy egyfelől tudjuk, hogy ezeket az embereket valamilyen módon képezni, irányítani kell, hogy el tudjanak jutni az elsődleges munkaerőpiacra. És ahhoz, hogy ez idáig eljusson, ahhoz nagyon sok ponton kell beavatkoznunk. Ilyen a szociális ellátórendszer, ami ma kevésbé alkalmas arra, hogy ezeket az embereket az elsődleges munkára, a világába megpróbálja visszairányítani, hiszen sok esetben abban érdekelt a munkavállaló, vagy a lehetséges munkavállaló, hogy ne menjen el dolgozni, mert akkor nagyon sok segélytől elesik. Mi a városban ezt jövő év elején átalakítjuk, és igazából olyan típusú ösztönző segélyrendszert szeretnénk kialakítani, ami abba ösztönzi az embereket, abba az irányba, hogy elmenjenek dolgozni. Ezzel párhuzamosan szeretnénk átalakítani a képzési struktúrát, olyan típusú képzéseket akarunk megvalósítani, amire a munkaadóknak van szüksége, tehát amivel a munkavállaló valóban versenyképes tudást szerez. Az elmúlt 25 évben ebben is nagyon sok probléma történt, nagyon sok olyan szakmát képeztük az embereket, amivel utána nem tudott elhelyezkedni. És természetesen emellett egy komplex családsegítő programot szeretnénk, hogyha az emberek a lakókörnyezetüket rendben tartanák, a gyerekek iskolába járnának, ehhez bizonyos szolgáltatásokat a családsegítő központon keresztül kialakítunk. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, ugye itt jellemzően három műszakos munkarendben dolgoznak az emberek, mindenképpen meg kell oldanunk, hogyha egy családban többen is el tudnak helyezkedni, akkor nyilvánvalóan, ami eddig kényelmes volt és megszokott volt, a gyerekek óvodába, bölcsödébe, iskolába járása, főzés otthon, az egy sokkal egyszerűbb folyamat volt, mint amikor már az emberek több műszakban dolgoznak a háztartásból. Ezért ezeket a szolgáltatásokat is próbáljuk segíteni nekik, úgy, hogy az óvodai nyitvatartást megváltoztatjuk, vagy kinyújtjuk, úgy, hogy például bizonyos gyerekeknek segítünk, hogy az iskolába eljusson, és ne a szülővel menjen, tehát ezt is megszervezzük, délutáni gyerekfelügyelet, stb. Tehát nagyon sok olyan szolgáltatást alakítunk ki, ami megkönnyíti ezeknek az embereknek a munkába járását. A közfoglalkoztatást át kell alakítani, olyan közfoglalkoztatást kell, ami ráneveli, szoktatja arra az embereket, hogy az elsődleges munkaerőpiacon hogyan kell dolgozni, és ez mind-mind egy komplex program. Ami nagyon fontos, és ez az alapja az egésznek, hogy önkéntes a történet. Tehát aki ehhez csatlakozik, az ezeket a szolgáltatásokat, többlet lehetőséget megkapja, természetesen nem kell ehhez a rendszerhez csatlakozni, viszont abban az esetben a város ezeket a szolgáltatásokat ezeknek az embereknek nem fogja nyújtani. Másik oldalról komoly feladat, hogy a magasabban képzett munkaerőt, amire szintén szüksége van ezeknek a vállalatoknak, hogyan tudja oda csábítani? Igen, ez talán, ha lehet az előzőre azt mondani, hogy nagy falat, akkor ez legalább annyira vagy még nagyobb probléma. Nagyon sokan, nem csak a mi térségünkből, hanem szintén az egész megyéből vagy az egész országból egyre többen mennek nyugatra, és még nyugatabbra, és még nyugatabbra, és ezt a folyamatot valahol meg kell állítani. Én azt gondolom, hogy nem elsősorban csak bérkérdése a történet, bár érzékeljük és látjuk, hogy folyamatosan lépcsőről lépcsőre azért a bérek is növekednek a térségben, nyilván ez a munkaerő hiányból adódik. De nagyon sok egyéb olyan szolgáltatás lehetőséget kell megoldani, ami helyben tartja a fiatalokat. Ilyen például Nyírbátorban az a lakásprogram, amit elindítunk a következő év elejétől. Sokrétű lakás kínálat kell, hogy megjelenjen a térségben. Vásárolható lakás, kedvezményesen bérelhető lakás, munkásszállások és hasonló konstrukciók fognak elindulni a következő évtől. Az önkormányzat támogatni fogja jövő évtől ismételten az első lakáshoz jutóknak a letelepedését a településen, mind az ott
élők számára, mint pedig a térségből Nyírbátorba költözők számára. Nyilván a munkaadónak is az az érdeke, hogy minél többen helyben a munkahelyhez közel éljenek és lakjanak, és természetesen ez rengeteg kapcsolódó szolgáltatásra van szükség, ilyen a közbiztonság, térfigyelő rendszert építünk az egész város területén, játszótereket, szórakoztató központokat, és rengeteg olyan gyermekmegőrzőt például. Szóval több olyan szolgáltatást, ami a fiataloknak, a családot alapítóknak nyújt olyan lehetőséget, ami eddig nem volt elérhető. Máté Antal, jó munkát kívánok a továbbiakra is, van bőven, úgy látom. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk.